Igen, mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is. Gondoltam, hogy magadhoz ragadod a szót, rögtön öveges professzor láttál, úgyhogy meglepődtem, hogy nem nyúltál azonnal a mikrofonhoz, pedig ez a te idézeted. Hát igen, de én egy másik idézetet találtam tőle. Kérlek szépen. Mondd el mind a kettőt. Megjelentette valamikor 1922 és 24 között első zsebkönyvét öveges professzor úr, aki ma 125 évvel ezelőtt született, és így hirdette egy újságban: adja el esernyőjét és vegye meg Öveges József időjóslás és időhatározás című könyvét. Aztán, nem tudom, hogy tudta-e, hogy imádott sportolni, például korcsolyázni, a tatai öreg tó jegén reverendában korcsolyázva találta ki a vitorlás korcsolyázást. Nem, ezt sem tudtam. Mert hogy piarista szerzetes volt, és így tanított egyébként rengeteg helyen, és hát ugye országos hírűvé tette a Magyar Televízió, ahol 1958-tól szerepelt kisebb-nagyobb megszakításokkal, de állandóan. Ugye a Legkedvesebb kísérleteim című műsora volt talán a legnépszerűbb, ahol egyszerű, de látványos kísérletekkel mutatta be, és el is magyarázta a kísérletek lényegét. A fizika iránt cseppet sem érdeklődő nebuloknak, például nekem is, és egyébként a Magyar Rádióban is szerepelt, ahol 256-szor adták le valamelyik adását. Na, hát a 125 éve született Öveges Józseftől idézünk, aki nem látta még az ő szerepléseit, az nézze meg, mert hát valahogy így képzelek én el egy tanárt, ahogy Öveges József beszél és magyaráz. Szóval tőle választottunk aranyköpést, mert így hangzik: az alkotó ember előtt végtelen a tér. De ha tudásunkat nem is használjuk fel feltétlenül újabb alkotásra, akkor is minden ismeret még gyönyörűbbé teszi előttünk a világot. Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. És milyen szépen rímel erre a következő témánk is, nem? Igen. Itt van velünk a vonalban Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Hát hogy ne vesszen el a szellemi tulajdonunk, illetve mit tudunk tenni, hogyha levédetnénk, megvannak az ötleteink, védjegyeink, de ennek drága a bekerülése, azt mondjuk, hogy ennek azért költsége van, de erre van egy megoldás, ugye? Igen, van erre egy megoldás, van egy iparjogvédelmi pályázat, és ezt a pályázatot érdemes mindenkinek igénybe venni, aki eljutott erre a szintre, és szeretne ilyen típusú oltalmat kérni az ötletére, elképzeléseire, akár a céghez kapcsolódó védjegyekre, vagy védjegyekhez illesztve. Ez a pályázat most alapvetően tényleg azzal a segítségnyújtással indult, vagy azzal a céllal, hogy hogyan lehet a szellemi alkotásokat hazai és nemzetközi szinten is oltalmazni, a lehető legjobban a hasznosítás érdekében. Hogyan működik ez, és igen, milyen költségei vannak? Maga a pályázat az alapvetően a szabadalmi bejelentésekhez, a védjegy és formatervezési minták lajstromozásához, azaz bejelentéséhez is, és ilyen értelemben lajstromavételéhez kapcsolódik, ezt finanszírozza, ezt támogatja. Nagyságrendileg 100 000 forinttól 7,5 millió forintig terjedő költségeket tud finanszírozni egy általánydíjas keretek között is 100%-os támogatási arányjal, azaz teljes mértékben kifizeti az NKFIH, a Nemzeti Kutatásfejlesztés és Innovációs Hivatal ezen pályázat keretei között azokat a költségeket, amelyek ilyen értelemben mondjuk egy szabadalomhoz, egy védjegybejelentéshez kapcsolódhatnak. Gyakorlatilag szinte mindenki igényelheti, mert magánembertől kezdve költségvetési szerven át szinte mindenki, akinek Magyarországon van a lakhelye, vagy a székhelye, vagy adott helyzetben fiók telephelyen rendelkezik.
És így aztán azt gondoljuk, hogy nagyon szélesre van nyitva a lehetőség mindenki előtt. Nagyon sokféle költség számolható el ementén a pályázat mentén, nyilván minden, ami az oltalmakhoz tartozik. Ez ugye azt jelenti, hogy az ügyvivőknek, azoknak a szakmai támogatóknak a díja, akik segítik egy-egy oltalomhoz kapcsolódóan a bejelentést. A másrészt ugye a hivatalnak a hatósági díjai, harmadrészt pedig az Európai Uniós bejelentésekhez a nemzetközi díjaknak az elszámolhatósága is biztosított. És ez igaz szinte minden oltalmi formára. Igaz ez arra, hogyha valaki szabadalmat, igaz ez, hogyha valaki formatervezési mintát, igaz ez, hogyha valaki végjegy oltalmat szeretne kérni a saját elképzeléseihez igazodva. És ami nagyon izgalmas az az, hogy ez a pályázat, ez folyamatos pályázat, minden hónap végén történik egy értékelés, és az éppen addig aktuálisan beérkezett pályázatokat automatikusan el is bírálja. A hivatal, így aztán folyamatos maga az egész beadás, kiértékelés, illetve a támogatásoknak a folyósítása. De a keretösszeg az fix, ugye? De most ha az elfogyna, akkor elvileg jönne újabb, mert hogy ez egy fontos dolog, vagy azért messze vagyunk ettől most, hogy néz ki, milyen a helyzet, milyen igények érkeztek eddig? 80 milliós keretösszeg van erre, és az az ígéretünk van, hogy ez felülről adott helyzetben nyitott lehet, attól függően, hogy milyen igények jelennek meg. Az eddigi tapasztalatok azok jók. Ez a pályázat korábban meg volt nyitva, de eléggé rossz feltételekkel, vagy nem túlzottan olyan feltételekkel, amelyek érdemes lett volna igénybe venni. Az a mostani támogatási paraméter, ez végül is azt látjuk, hogy elég jó irányba mutat, és abban bízunk, hogy ez jövő év elejéig nagyjából is egészében be is telik, és akkor utána folytatható, illetve megemelhető az a keretösszeg, amit erre a célra szeretnénk szánni. Mit lehet tudni? Ha meg kéne indokolni ennek az egésznek a szükségességét egy éppen bozót harcoló magyar vállalkozás számára, akkor mit mondanak? Igen, jó ez a bozót harcoló, meg túlélő vállalkozások, akik alapvetően nagyon sok esetben azt látjuk, hogy fejlesztés és innovációba menekülnek, amiben két vagy három olyan jellegű irány van, hogyha már új terméket. Vegyük azt, hogy van egy beszállító cég, aki eddig egy rajz alapján bérgyártott, lett legyen az egy járműipari, vagy akár egy orvosi műszergyártás során, bérgyártott valami nagyobb multinak. Ki akart törni ebből a helyzetből, ezért kitalál önálló terméket, önálló technológiával, és szeretne piacra. Ahhoz piacra kerülhessen, ahhoz két dolognak mindenképpen meg kell felelnie. Egyrészt tudjon gyártani, másrészt tudjon eladni, vagy értékesíteni. A gyártáshoz pedig új technológia kell, vagy adott helyzetben olyan jellegű innováció, vagy kutatásfejlesztési folyamat, aminek eredményeként ez a termékfejlesztés ténylegesen új terméket hoz létre. Na, ehhez a folyamathoz kell igazából, azt gondoljuk, egy hasznosítási logika, és a hasznosításnak az egyik eleme maga az oltalmazás. Az oltalmazás igazából arról szól, hogy az új terméket alapvetően megpróbáljuk levédetni, kimondottan azért, hogy azt ne lophassák el, már alapvetően ne lehessen másolni, illetve a jogokkal történő kereskedelem is nagyon fontos, és a visszahasznosításnak, az eladásnak egy nagyon fontos eleme, hogy egy termelési jogot, egy kereskedelmi jogot is el tudok adni, hogyha olyan jellegű a terméket találtam ki. És ha nézem az értékesítés, ott pedig a védjegy az, ami igazából mondjuk egy brandépítésnek, vagy márkaépítésnek egy nagyon fontos eleme, hisz gyakorlatilag az is egy olyan jellegű dolog, amit a piacon nagyon sokan másolnak, nagyon sok ilyen példát lehet hallani, látni. Az eddig beérkezett pályázatokról mit lehet tudni, hogy milyen jellegűek? Alapvetően védjegyhez kötődnek, és formatervezési mintához. Ez látszik abból is, hogy az elmúlt 9 hónapban illetve az ezen éve első 9 hónapjára alapvetően az volt a jellemző, hogy nagyon erőteljesen megugrott a formatervezési minták számossága, a védjegybejelentések számossága, és nem csak a hazai bejelentések, hanem nemzetközi Európai Uniós bejelentések is. Látható módon a cégek elkezdtek azzal foglalkozni, hogy nagyobb tudatossággal kell kezelniük a szellemi tulajdonjukat. Ez nagyon jó hír. Nagyon szépen köszönjük, hogy felhívta a figyelmünket erre a lehetőségre. Szép napot, jó munkát kívánunk! Köszönöm szépen, viszonthallásra! Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke volt a vendégünk a telefonvonalban.
Mindjárt még a logisztikai rovatunk is következik az óra vége előtt, itt a Millás reggeliben, a 90.9 Jazzén.